Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm, hogy minket választottak ezen a napsütéses késő délután. Családiasan vagyunk, de remélem, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. Külön nagy szeretettel köszöntöm mai előadónkat, Mocsai Lajos rektor urat, aki elfogadta a meghívásunkat, és Tóth Mercedest, a Tehetséges Fiatalok Műhely egyik tagját, aki két nagyszerű produkcióval fog minket megörvendeztetni. És aki ismeri az estünket, tudja, hogy lesz majd még egy része, egy dokumentumismertetés, ezt én fogom önöknek bemutatni. És az est úgy fog keretes szerkezetű lesz, tehát két produkció lesz az elején és a végén, középen pedig a két előadás, de majd még fölkonferálok még egyszer mindenkit. Úgyhogy most megkérem Tóth Mercedest, hogy kezdje meg a, nyissa meg a mai estet vagy délután. Nagyon szépen köszönjük még egyszer Tóth Mercedesnek az első bemutatóját, és külön köszönjük, hogy a, nem ehhez a dobogóhoz szokott módon, de hogy ilyen tökéletesen adta elő. Köszönjük szépen. És most felkérném rektor urat, Mocsai Lajos rektor urat, hogy tartsa meg előadását. Ennél jobb kezdés nem is lehet az embernek magának kívánni, hiszen a sporttal kapcsolatos területnél az emberek, hogyha halljuk a televízióba, kultúrterületek, művészetek, és néha hosszú kivárás után jelzik, hogy a, és a sport. Na most a mozgásművészet és a mozgáskultúra, amit itt láttunk, az ugyanolyan sporttevékenység, mint egyéb más kultúrtevékenység. Tehát az első nagy hiba, amikor az emberek azt gondolják, hogy a sport az egy olyan furcsa dolog, néhányan csinálják, néhányan nagyon hajlékonyak, néhányan haigálják a labdát, stratégiát dolgozgatnak, ott kiabálnak, küzdenek, és valójában egy dolog nem tisztázódik az első pillanattól, az, hogy a sporttevékenység, az a mozgásművészet, a mozgáskultúrán keresztül ugyanúgy keresi például az aranymetszés szabályait, mint bármely más művészeti terület, ahol az arányok, a ritmus, a megfelelő harmónia megjelenik, amitől az ember gólt tud lőni például a pályán, az nem véletlenül van, az bizonyos törvényszerűségek szerint. A mai előadásra, amikor megkaptam örömmel, vállaltam a fölkérést, és hát röviden annyit, hogy jó magam, most már a második időszakomat töltöm az egyetem rektoraként, 40 éve tanítok ott, most lesz júliusban, és hát az egész életem oda kötődik, mellette edzősködtem néhány évtizedig, és gyakorlatilag 17 évig voltam szövetségi kapitány, 357 magyar válogatott meccset küzdöttem Magyarországért, 4 olimpiát, 18 világversenyt végigjátszottam, végigküzdöttem a válogatottaimmal, és 10 évig éltem Németországban. Az a Bundesliga, az a profi liga a legnehezebb a világon. Ott évente az edzők 50%-ától eltekintettek, elvesztették az állásokat, mert iszonyú tét körülmények között folyt egyedüli magyarként, és hát 1982 óta az elmúlt évekig tulajdonképpen
csak nemzetközi élcsapatokkal foglalkoztam. 5-6 Európa kupát nyertem a csapataimmal, a klubcsapataimmal, mert ez az egyik életemnek az egyik része. A másik része a tanári pálya, és a testnevelési egyetem háttere nélkül az a sporttudományos háttér, az a kutatási háttér, ami szükséges ma már, hogy a világ élvonalával, akár technológiában, módszertanban, stratégiai gondolkodásban, döntéstudományban, fizikai felkészültségben nem lehet versenyezni. Ezért nagyon fontos volt mindig számomra az egyetemi háttér, és mindig megtartottam az edzői munkám mellett, akár Veszprémben voltam 5 évig, vagy bárhol a világon. A harmadik a családi háttér, gyakorlatilag 4 gyermekem van, egy fiú, 3 leány, 9.-10. unoka most jön a nyáron, úgyhogy örömteli, hagyományos családmodellben élünk, egy anya, egy apa, egy család, várhatóan ez nem is fog megváltozni a következő években. Ez fontos, mert ez a háttér, amiben az ember tud nyugodtan mondjuk elvégezni azt a munkát, amit hétköznap békébe el kell, hogy végezze az ember. Jelenleg építjük a TF-et, magyar fiataloknak egy csodálatos egyetemét, egy 50 milliárdos beruházás a első 2 fázisba, ahol Európa egyik legmodernebb sporttudományi egyeteme épül, a magyar fiatalok és a magyar sport büszkeségére. Úgyhogy ezt vezetni most egy ideig fölfüggesztettem az edzői pályámat, emiatt nem szívesen, de ez egy fölsőbb rendű értékrend, amihez igazodni kell, és ha már megválasztott az egyetem tanári kara bizalommal, akkor megpróbálunk tisztességgel szolgálni. A mai előadás, amikor megkaptam a címet, a játékról szól, és gondolom azért adták nekem, mint labdajátékos, kézilabda szakember, majd itt a játékokról fogok sok mindent mondani, fogok is, de úgy gondoltam, hogy az itt ülőket meglepem egy más típusú előadással, mégpedig lenn egy nagyobb kategóriával a mozgás, a sport, a cselekvés, a pszichomotoros kultúra, ha nagyon fenköltek akarunk lenni, amiben járatosak vagyunk, és hát a tapasztalataink és a munkánk során ilyen csodálatos, tehetséges fiatalokat tudunk nevelni, mint tanárnak, mint sportszakembernek, mint egyéb területen. Ezért azt választottam, hogy sport, ugye egészséges játék, játékos egészség, és a sport a nagy kategória, mert úgy gondoltam, hogy a mai este nem csak tartalmilag, de a mögötte lévő adatokkal is meg fogok néhány embert hökkenteni, és hogy érdekes legyen az előadás a sport kapcsán, kezdődik az első gondolat, amit elmondtam, hivatalosan interdisziplináról van szó, magyarul a többi kultúrterület, a színház, a művészetek, egyéb terület, a képzőművészet, a film és egyéb területekkel azonos és hasonló kultúrterületről van szó. A mozgásműveltség, a mozgáskultúra, amelyek nélkül ma már az intelligencia területeken nagyon érdekes a nemzetközi irodalom, a fizikális, a kondicionális ügyesség, hogy ki hogy mint működik, hogyan tudja magát, az életét irányítani, milyen minőségbe, gyakorlatilag mind alapintelligencia formához sorolják. Az EQ, ugye, az emocionális intelligencia, az általános intelligencia, mondhatnánk az intelligenciák, állóképességi intelligencia, millió dologról beszélnek már. Ma már a bővebb felosztásban az ilyen jellegű tevékenység is egy alapvető intelligencia színvonalat jelent, amely kihat a gyerekvállalástól a teljesítőképes tudásig, a döntőképességig, az, hogy hogyan vállaljuk, milyen minőségben az életünket, hogy milyen háttere van az adott egyénnek. Én biztos ma nem tudok deriválni, nagyon szégyellem magam, de az biztos, hogy nem szeretnék azon férfiak közé kerülni, akik 10 évvel hamarabb halnak meg, mint a nyugat-európai korcsoportos társaink. És miután sok hölgyet látok, sajnos rossz hír, hogy ők is elindultak visszafelé, de azért egy 6-7 év előnyük van még mindig velünk szembe férfiakkal.
jobb a monotónia, tűrésük nagyon sok pozitív tulajdonsággal megelőzik a férfiakat. Ezért óriási jelentősége van annak, hogy a sport tevékenység hogy mind nyilvánul meg, és a mai este a játék kapcsán is, de főként a férfiak női viszonylatáról, az egészség megőrzésről, és én úgy szeretném, hogyha önök úgy mennének el, hogy az életmód és az életminőség kapcsán és a sporttal kapcsolatban kapnának egy olyan képet, egy olyan előadást, amiben sok érdekesség volt, és nagyon sok érdekességet, érdeklődést fölkeltő adat van. Nézzük, akkor talán érdemes előre haladnunk. Gyakorlatilag van egy 45 perces és egy 3,5 órás előadásom ugyanezekről a szlájdokról, majd látom közben a fáradnak, akkor be fogom fejezni. Nem akarom, hogy a Mercedes teljesen kiüljön itt, még végig várja a végén, ő zárja az egyik programunkat. Hát a sporttevékenység nyilvánvalóan ősi versengés, sokan vitatják, hogy a gyerekeknek kell-e verseny, ők eldöntik magától, mindenütt versenyeznek egymással, tehát ezzel nincsen probléma, minden más állítás az valótlan, a gyerekekben benne van ösztönösen a versenyszellem, az, hogy mind kell tevékenykedni. Bakonyi Feri bácsi nálunk egy ősi, idős általam nagyon tisztelt kutató volt, és már 70-80 év körül járt, amikor óvodásokat vizsgált, és a Csörs utcai pályán fiatal tanár segédként ott rohangáztam, és elhívták délelőtt az óvisokat, hogy mi a határterhelés. Mondták nekik, hogy itt a körpálya, ez nagyon, nagyon érdekes, itt a Csörs utca, tessék, és alakpálya volt még, mérjük, hogy kicsit futkározzatok, amíg jól esik. Egy óra után kiszólt a gyerek, hogy Feri bácsi, nagyon unjuk, kell még. Egy óra kitartó folyamatos futás, játszva a gyerek. Tehát magyarul, amikor fölmentést ír a szülő, hogy ne vegyen részt a testnevelés órába, nem tornaóra, testnevelés, testkultúra, a legnagyobb hibát követi el, amit elkövethet bárki. Ez egy óriási probléma, hogy azt hiszik, hogy a teljesítmény alól való kivétel a gyereknek, az nem segít. Ráadásul majd eljutunk odáig, hogy az egyes korcsoportokba, ha nem végezzük el a képességfejlesztést, akkor később pótolhatatlan. Mondok egy ilyet, állóképesség. A 8 és 12 éves korba, a szenzibilis kor, ahol majdnem mindent lehet fejleszteni. A Frank Robi bácsi, a professzorom ugye tanította, hogy na most ide figyeljenek, itt van a máj. Tudják, hogy mi nincs ebben a májban egyedül? Fogalmunk nem volt. Minden folyamat egyedül biliárdgolyó nincs benne. Mert mindent, amit a test elvégez, az elvégzi biokémiailag ez a terület. És ez így van a sporttal, hogy ha az aorta keresztmetszet és a szívkamra térfogatát, ami egész életre meghatározza a keringés teljesítményét, nem fejlesztjük kisgyerekkorba, márpedig ezt munkanélkül nem lehet, abban az esetben soha nem fejlődik ki olyan szinten, amiből az ő későbbi perifériás keringésére építheti meg, ugye a központi keringés az egész állóképességét, a teljesítményét. Ez borzasztó fontos, és ezért nagyon lényeges többi dologban. Látva a két világhírű embert, a diszkóból azt ugye volt, gyakorlatilag mi az, ami közös? Közös az, hogy ők nagyon magas szintű élsportot műveltek, jó magam is az életemben válogatott sportolóként, és nagyon sokat dolgoztam edzőként is. Gyakorlatilag ez a minőség most már bennünket nem érdekel, csak ha nézzük őket, mert ez olyan magasan vannak, olyan extra kategória, amely nem a mai estének a témája, hiszen ezek az embereknek az idegrendszere, az izomzata, a keringése, az anabolikája, minden annyira különleges és eltérő az átlag emberekről, hogy ez nem a mai este beszélgetésünk dolga, de a sportról annyit, hogy folyamatosan korosztályos képzésekre lebontva mindig van, például az itt ülők nem gondolják, de 9 éves korukra a frekvencia gyorsaságuk 85% és 95%-ra kialakult. 9 éves korra. Utána már lehet erőt fejleszteni, lehet technikát, de gyorsabbak, már robbanékonyabbak, soha nem leszünk. Nagyon fontos, hogy a gyerekhez mikor, hogyan és mi módon nyúl hozzá egy szakképzett testnevelő, és amik elmaradnak, később
nem bepótolhatók, vagy csak nagyon sok fizikai munkával, erővel, erről nem akarok kitérni, ez edzésmódszertan már. Nézzük tovább. Érdekes volt, hogy az egészség megőrzés szempontjából a sportolók gyakorlatilag és a magyar fiatalok mit szeretnének. Első nagyon-nagyon komoly probléma, az itt ülők biztos tudják, hogy a magyar társadalom összességében 30%-kal rosszabb fizikai állapotban van, mint nyugat-európai társadalom. 30%. Nagyon nagy a különbség. Utol akarjuk érni a világot. Mivel tudjuk utolérni? Extra plusz munkával, extra terheléssel, és a hatékonyság magas volta miatt, ő neki exponenciálisan több ideje jut a saját maga munkaerejének a újratermelésére, és mi ehelyett még dolgozunk 8, 10 és 12 órát, hogy ezt nagyjából utolérjük, ezt a tendenciát. Ezt meg kell változtatni, és nem a sportoló nemzet viszonylatába kell gondolkodnunk, hiszen az iskolás gyerekeknél kétharmada az iskolai testnevelésen túl nem végez sporttevékenység. Döbbenetes. Kétharmada nem végez komoly fizikai munkát. Hogy fogja megtanulni egész életére ezt a területet? És ebből adódóan, aztán mikor 30-40 éves lesz, akkor kezdik ugye magukhoz a magánedzőket, a privát embereket fogadni, hogy jaj, Atya Úristen, mi lesz, nem bírjuk tovább, muszáj valamit behozni, és akkor ezek a menedzser betegségek, stb. Jelentkeznek. Nem ide tartozik, de megjegyezném, hogy a túlsúlyosság, a diabétesz, keringési problémák, a fölnőtt korban, gyerekkorunkban se tudtuk, hogy rákos dagat, nem is láttunk ilyet gyerekkorunkban. És most mindegyik visszatevődött a gyerekkor. Hát a túlsúlyosság, a diabétesztől, szívproblémák, légzésfunkciózavarok, allergia, aszma visszajött az általános iskolába, kérem. Hát ez nem véletlen, hiszen ez óriási probléma, nem csak a mozgáshiány, de egy jelentős része a mozgáshiányhoz adódik. Azért érdekes a dolog, mert ez jó érzés, hogy a magyar fiatalok, azért is raktam ide ezt a mosolygós jelet, hogy jó a szemléletük. Ha belegondol az ember, szülők kedvéért, de hogy dolgozik a szülőjel, a szomszéd mit mond, az fontosabb, hogy ebbe a korba, de hát ez egy ne pedagógiai probléma. A fogyás fontos, de nézzük meg, közösségért való jelenlét, itt majd a játék, a labdajáték óriási jelentőséggel bír, a csapat, a közösség, szépség, közérzet, öröm, edzettség, egészség áll a két meghatározó kétharmados dominanciába. Tehát jól gondolkodnak a fiatalok, csak az a baj, hogy nagyon kevesen művelik. Tehát itt nem az a baj, ha önök belegondolnak, hogy Magyarország 10 plusz 5-10-15 millió emberéből, a GDP értékéből, és a hozzávaló nemzetközi eredményesség arányát veszik, akkor Magyarország a világ első három országában van. Magyarul a sportkultúrában, a sporttevékenységében. És egy PhD hallgató kutatta, hogy ugyan mi lehet, hogy az egész világot érdekli ez a hihetetlen eredményesség ezen a területen, és kiderül, hogy a magyarok ott voltak az újkori olimpiák alapításánál. Tehát a Bárok Kubertén, az épp testben, épp lélekről lesz majd szó, csak más értelemben. A magyar emberek az újkori sport alapításánál, akár az elméleti, később a gyakorlati olimpia győzelmeik tömkelegét érték el, ami annyit jelent, hogy fantasztikus tehetsége van a magyar emberek genetikusan, várhatóan plusz egy olyan kultúrterület, amely kultúrterületben a magyar emberek az 1896-os évektől jelen voltak a világban meghatározó személyként. És ez a kultúra nagyon fontos, hogy mi ott voltunk, és az ajtórésben benn volt a lábunk, mert ez végig egy nemzeti elkötelezettségként és tehetségként realizálódik. Ez tény, ezt nem is tudjuk másképp elmondani. Kérem szépen, nyilvánvalóan, hogy látjuk a sport, mint játék, a homo ludens, a játszó ember, a következő, ugye, hát erről a szlájdról tudnék egy 3-4 órát beszélni, ugye, mert a labdáról szól, a labdajátékról, egyéb dologról,
De egy biztos, hogy azt mondjuk, hogy a szabályok megtartása, itt a szülők, nagyszülők ülnek jó néhányan, hát milyen óriási probléma van, hogy a gyerekeink szabálymegtartás, szabályismeret, szabályhoz való igazodás, óriási probléma ennek a konzekvens fölépítése. Hát kérem, a labdajátékok, a játék önmagában mindig szabályozott tevékenység. Ebből adódóan ez nagyon-nagyon fontos. Arról nem is beszélve, hogy az önbizalom, az önbecsülés, a belső motiváció, amikor nem a szülő, nem a külső erők késztetik a teljesítményre, hanem a belső elkötelezettség. Kicsit kiugorva, Németországban vagyunk, a négy lány közeledik az érettségi felé. Két rövid sztori, 16 éves a Julcsi lányom az utolsó, bizonyítványt osztanak, na mondom, apa majd szigorúan megnézi, hogy hogy lesz. Jön haza, azt mondja, apa, itt a bizonyítványom. Mondom, nagyon örülök, akkor aláírom. Aláírni. A német iskola rendszerben 16 éves kor után nem köteles megmutatni a bizonyítványt a szülőnek, és nem is kell aláírni, mert ő felelős az eredményért, és ő felelős, hogy hogyan tanul tovább. Kim vagyunk, 3 nap múlva kaptam egy levelet a német behördétől, a német intézettől, hogy azonnal vigyem a 4 gyerekemet iskolába. Hát mondom, persze, hogy viszem, hát azért vannak, hogy németül tanuljanak többek között. És a feleségem elmegy Virginia, 7-re mondjuk a szülőértekezletre, 11-kor nincs otthon. Hát mondom, elrabolták a nőt, már most kezdetén még meg sem melegedtünk Németország. Ott maradok a 4 gyerekkel, érte-mente. Hát kiderül, hogy az első találkozásnál 3 fő téma van. Az első, hogy melyik nap mit tanítanak, és nem szabad 2 dolgozatnál többet írni a gyereknek, mert nem terhelhető, és decemberig végigmondták a programot, napra készen. 2, megmondták, hogy 20 eurót vagy márkát mikorra kell beadni az, hogy a kiránduláson a gyerek részt vehessen. 3, kötelezték és kérték a szülőket, hogy sem halálfejes, sem intőt, sem róvót, sem feketét, sem piros cédulát nem írnak, de addig ne tanuljon a gyerekkel senki, amíg mi meg nem tanítjuk, önállóan tanul. És ez így is volt. A gyerekek önállóan olyan szinten megtanultak, viszonylag, akik ismerik a gyerekemet, viszonylag jó képességűek, de mondjuk a jeles kitűnő közötti osztályzattal, hogy annyira megtanultak önállóan, hogy irdatlanul megunták a német iskola rendszert, mert annyira unalmas volt, mert ott ezeket a képességeket szűken, de nagyon biztosra tanították, és ez is egy érdekes, hogy sokkal sekélyesebb a tudás mennyisége, de a minősége, az a kevesebbet, az biztosabban, és a nevelésnél elsősorban a maximális önmagukba való bízás, az önmagukra való építkezés a fő cél. Ezt csak azért mondom el, mert a sport viszonylatában pontosan, amit mi a pedagógikumban nehezen tudjuk, és a magyar embereknek a hagyományába fölépíteni a belső motivációt, a küzdőképességet, a belső önbizalmat, a tartást, az emberekhez való interpersonális kapcsolatrendszert. Ezt a játék, a csapatok mindenképpen megadják. A másért való küzdelmet, amikor oda tudom tartani a hátamat a másikért, hogy megfelelő biztonságban legyen. A Johnny Conselman a világ legeredményesebb úszó edzője, az amerikai úszó pápa volt a 70-es években. Volt egy bajuszos fiatalember, aki 6-szoros olimpia bajnok volt, Mark Spitznek hívta. Ő tartotta a legtöbb aranyérmet szerzőt, még a Phelpsék le nem győzték az elmúlt években. És oda ment az úszópápához, és mondta neki, hogy önt kiválasztom, tisztelt uram, vagy vállal-e engem tanítványnak. Első dolog, a mestert, a tanítvány megkereste, hogy vállalja-e. Fiam, mit tudsz? Reggel fölkelek, úszok 1,5 órát, elmegyek, tanulok, délután alszom egyet, este megint van egy intervall, egy intenzívebb, és így telnek a napjaim. Milyennek az eredményei? Junior válogatott vannak, erős, a nemzetközi szinthez közeli. Jó van, fiam, én elvállallak egyetlen egy kritériummal,
hogy ugyanezt kell csinálnod, mint most, amit elmondtál, kivéve még délután egy másfél órás erősítés kell beletenned, és heti kétszer, néha háromszor a fájdalom és a kínzónába kéne edzened. Most a kínlódás zónában mi is vagyunk sokan, de ha megkérdezném, hogy összesen ki volt az, aki most nem betegség miatt, de a munka és az egyéb terhelés miatt a kínzónába dolgozik, az annyit jelent, hogy ez a sportoló egy délelőtti edzésen egy normál embernek két-két és fél napi energia mennyiségét használja föl. Majd egy ilyen kínzónába került szubmaximális-maximális edzés után, vagy a haverok kidobják a medencéből, mert egyedül nem tud kimászni, majd regenerálódik az öltözőbe, hazamegy, étkezik, de nem nagy étvágyal, az esti randit az biztos lemondja, már nincs rá szükség, keresi az ágyat, belevetődik, és képtelen másra, mert olyan nagy a terhelése. És azért mondom el, hogy az élsport az megint egy extra terhelés, és amikor mi saját vágyainkat kivetítjük a televízión, hogy érmet hozzunk haza, és a világot elverjük, amögött ilyen munka kell, hogy legyen, hogy valaki a világ legjobb 10 sportolója közé, vagy 100 közé kerüljön, nem az első, 100 közé. Tehát ez nyilvánvaló, de nagyon sok mindenre megtanít. Itt láthatjuk a szabályozott rendszert, ahogy elolvassák önök, az állandó lehetőséget ad az újraépítésének, a személyiségének, és a magyar embernek van egy komoly problematikája, hogy a külső és a belső motiváció 50% körül van, ami annyit jelent, hogy azok a sportolók, akik a világon a legnagyobbat teljesítik, és ezért van még személyiségfejlesztésre óriási jelentősége a fiataloknál, azok mind a belső késztetésből teszik. Tehát még a magyar ember sok segítséget vár kívülről, az igazi nagy teljesítményre elkötelezett sportolók, azok belülről. Higgyék el, hogy egy Ronaldótól kezdve bárki, az 3 évenként egyszer aláírja a szerződést, ő nem azért rúgják agyon, mert ő ennyit keres, és nem azért döglik meg a pályán, hanem azért, mert ő belülről nem tud veszteni. Tehát az élsportolóban megvan ez a fantasztikus képesség, és hogyha most ezt visszalépek egy kicsit a mai estéhez, ígérem az élsportolóra visszatérek, akkor egy folyamatot tetszenek önök elé kivetítve látni. Az első rész, hogy milyen kreatív valaki, a bázis, hogy a munkájában milyen disziplinált, fegyelmezett, milyen motivált, és a végcélhoz vezető út végén a saját személyiségét mennyire tudja alárendelni a fölötte lévő teljesítendő értékrendre. Magyarul van egy végcél, aki esetleg Arisztotelész tanult, az ismeri a finális determinációt, a végcéltól vezérelt folyamatokat. Abban a magyar emberekben a fegyelmezettség, van mit fejlődnünk. A motiváció közepén nagyon fontos, a magyar emberek nagyon motiváltak, de a Telenor egynegyedben magyar igazgatója azt mondta, Lajos, én nagyon szeretlek, nagymamája most már visszament, valószínűleg ő a főigazgatója most a Telenornak, magyar volt a nagymama, azt mondta, én imádlak benneteket, de ebben a folyamatban, amiben dolgozunk, egy csoport, egy magyar. Mert a ketten vagytok, szétkreativizáljátok az egészet. Magyarul nem egyirányú kreativitás, hanem a sokirányú kreativitás gyöngíti azt a folyamatot, amely a fegyelemre épül, és az adott folyamatnak van egy adott szabadságfoka, amit ugye végre lehet hajtani, és a végén a személyiség alárendeli magát annak a folyamatnak, addig érvényesíti az egóját, amíg az az értékrend megengedi. Nálunk pedig lenn nagyon sokszor, ne mondd nekem, hogy dolgozzak, foglalkozzál magaddal, nem érzi azt, hogy lehet, hogy jövő fél évben már nincs munkája emiatt. Tehát borzasztóan fontos, hogy ebbe fellépünk, és ha azt mondjuk, hogy a világhoz való fölzárkózás, a minőségi teljesítmény, a csúcs teljesítmény adott időre való realizálása a legfontosabb, akkor azt kell mondanunk, hogy ebbe óriásit kell előrelépnünk, és ez mind a sport, az élsport és a sporttevékenység ebbe már óriási példát mutat. Ebbe higgyenek, mert ebbe biztos, hogy a gyerek fantasztikus módon, akár egyéni sportoló, akár csapatsportoló hazatalál.
nézzük a különböző élettani jelenségek, nem akarom, hát ezt mindenki egyből látja, tartás fizikailag. Kérem, akkor az első megdöbbentő adatot itt elmondanám. A gerinc oszlop csípő, bokat, térd instabilitásból adódó, tehát a nem megfelelő motorikus sportmozgást nem végző fiatalok a első osztálytól a nyugdíjas korosztályig 3000 milliárd forintjába kerül a magyar költségvetésnek per év. 3000 milliárd. Ha tetszettek tudni, hogy az az olimpia, ami elmaradt a magyar emberek ellenére, gyakorlatilag 3000 milliárd forintba került. Ennyit fizetünk ki ma Magyarországon, ez bár lehet, hogy hazudok, mert ez 2014-15-ös KSH adat, lehet, hogy már többet. 3000 milliárd az iskoláskorú nyugdíjig tartó munkakiesés, prevenció, gyógyítás, rehabilitációs összeg. Ez csak egy adat. Tehát a jobb tartás, ugye? A gyorsabb anyagcsere folyamatok, nyilván a metabolika az, hogy valaki milyen testsúlya, milyen egészségben van, nagyba függ az anyagcsere folyamatoktól, az idegrendszer stabilitásától, a depressziós betegséges, a pszichés instabilitás óriási jelentősége van a sportnak, ezeknek a területeknek a jobbítására, a gyereknek a stabilitására. Hihetetlen. Hát gondolják el, hogy a tét helyzetben a nyomás alatti teljesítőképes tudást gyakorolja játékosan. Hozzászoktatjuk ahhoz, hogy később elviselje az, hogy a különböző nagy nyomás alatt helyesen tudjon választani és dönteni. Keringési problémák, majd látni fogjuk a statisztikát, hogy a keringési betegségekbe hányan távoznak el idő előtt, úgyhogy nem alakul ki a perifériás keringés, az érrendszer és egyéb károsodása. A csontsűrűség, hölgyek itt vannak, a napi testneveléssel már exponenciálisan megnőtt a fiataloknál a csontsűrűség. Csak többet fut, szögdel ugrál, és már is jelentősen jobb a vázrendszere, már kimutatható, pedig most ment először végig, hogy az iskola rendszeren a napi testnevelés. Hányan szidják, hogy minek, meg hogy? Hát kérem, sok nő nyugodtan elvihet Szent Antalnak egy szál virágot, vagy gyertyát gyújtat, mert a saját gyereke azzal, hogy napi testnevelésben van, olyan csontvázat, olyan szallagrendszert fog örökölni, amivel valószínűleg később 60-70 korában nem lesz üveg csontja, hogy két lépés, azt eltörik a kezelába. Nagyobb élettartam, ez természetes, nyilvánvalóan. Nézzük tovább. Amint látjuk, mentális, szociális, ugye mensana in corpore sano, ugye ez az épp testben épp lélek lenne, csak azért itt a kamera előtt is be kell vallanunk, hogy ott becsaptak bennünket. Ez a váró úr azt mondta, hogy épp testben épp lélek. Ez 4 évezreddel előtte azt mondták az ősi hitbe, hogy imádkozz, hogy épp testben épp lélek legyen. Ez a forrás, kérem. Ez egy kicsit más tartalom, tehát a polgári élettel egy kicsit leegyszerűsítették, de hát így is mondjuk elfogadható, mert igaz, amit mond, de ez nem a eredeti. Kérem szépen, amitről beszéltem, az önértékelés, az önbecsülés, saját magunk határainak megismerése, hiteles. Hány milyen fontos szó, hogy hiteles, úgy elsikkadnánk fölötte. Hány ember saját magáról olyan képet alakít ki, ami nincs megméretve, nem hiteles, mert nem került olyan helyzetbe, ami a sporton keresztül bizony megméretődik az ember nap, mint nap. Nyilván, amit elmondtam, az aktivitás, a tevékeny élet, kérem szépen, kimutatott, hogy a sportolás nem az élsport, a folyamatos, rendszeres sportolás a gyerekvállalásba, az egészségmegőrzésbe, az életminőségbe óriási egészségügyi jelentősége van. Itt van az aktív közös tevékenység, a közösség elfogadási, és erről már beszéltünk, és azért nézzük meg a kapcsolat és konfliktus megoldó képesség javítás.
Ez a sporton keresztül rendkívül fontos, és ha itt beszélünk a toleranciáról, mint zárszó, meg kellene említenünk a sport szociális aspektusú jelenlétét. A Nemzeti Kézilabda Akadémiát a rektori munkám mellett csak mint sporttudományos direktor vagy igazgató vezetettem, mert nincs rá időm, viszont 150 magyar gyereket nevelünk, kettős duális karrierre, jó tanuljon és jó sportoljon, és több nyelvre tanítjuk őket és gondozzuk. És képzeljék el, hogy a takarítónő vasárnap ment takarítani, mert este jöttek vissza már edzésre, hétvégéről a gyerekek, és egy kislányt bezárva talált az egyik szobába. Bezáratta magát, elbújt a szobatársnőjétől, mert az édesanyját ott hagyta az apuka három gyerekkel, és az édesanyja olyan mesterséget űzött, amiben nem voltak kívánatosak hétvégén a gyerekek. És nem evett, éhen szóval lehet, hogy elmondta volna, hogy nem tud hazamenni, mert az édesanyja nem tudja fogadni. Ezért ott másfél napig éhezett, meg száraz kenyeret evett. Tehát magyarul a magyar fiatalok egyharmada olyan közegből érkezik, akik segítségre vannak szorulva. És a sporton keresztüli szocializáció, az ott való fölemelkedés óriási jelentőség. Amikor szidják a stadionokat, meg ezeket, ez a sok olyan embereknek fogalma nincs, az egész rendszer, hogy hogy működik. Fogalma nincs. Tehát a fiatalok egyharmada a sporton, a tartáson, a pedagógikumon, a közösségen keresztül tud kiemelkedni a helyzetéből. És ezekről gondoskodni kell. És óriási feladat, mert mi itt valószínűleg nem látjuk a várba, se a 12 kerületbe, se a kettőbe, se ebbe a millióbe, a világ egyik legcsodálatosabb helyén, hogy a magyar gyerekek kétharmada nagyon nagy nehézségek, vagy egyharmada nagyon nehézségekkel küzd. Ebbe a sport óriási segítséget tud majd mindannyiunk számára biztosítani. Hát kérem szépen, még egyszer, ezt már nem akarom, az idegszerte, a vérnyomás, szívérrendszer zavarok, koszorúi betegségek. Egy mondat ehhez a szlájdhoz, a magyar nemzet a 10 legnagyobb népbetegségből legalább 7-ből dobogón van. 10 legnagyobb népbetegségből daganat, keringés, szív, tüdős, legalább 7-be dobogón. Nézzünk egy más típusú összehasonlítást. Mozgásszervi elváltozások, ez még KSA 2010, azóta ez jelentősen romlott. Tartási rendellenesség, nézzük meg, második osztály, 12. osztály, gimnázium, 12% rendelkezik tartási rendellenesség. Gerincferdülés ugyanannyi. A luttalpasoknak öröm ír, hogy 1%-a javulnak, kinövik. Nem sok, 1%. De hogy milyen sokan vannak. És hát a Sajerman sportkopások, ami annyit jelent, hogy a hialin és egyéb üvegporc és a normál porc a normál élettevékenységtől is elkopik. És hát a Sajerman az meg igen különleges, ugye tudjuk, hogy csontozati formával, deformitással is jár a gerincoszlop. Egészségmutatók. Hát kérem szépen, itt vannak azok, amiről beszéltem, hogy sokan tudják. A születéskor váraló élettartam a nőknél 5 évvel. 78,7 évet mondunk itt. Férfiaknál 7 évvel kevesebb, mint az Európai Unióban. A 45 és a 60 év, mondjuk mikrofon nélkül is gondolom hallatszik, amit mondod, akkor maradok itt helybe. Mert szoktam is sétálni ilyenkor. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a 45 év és a 60 év között, ha valakik nagy betegség nélkül megúszszák, azt szokták mondani, hogy akkor várható, hogy az élettartam 75-80 év is bekövetkezik. Ami nagyon nagy probléma, képzeljék el, hogy ez az 50 és a 70 év között 3.400.000 évvel élünk, kevesebbet, mint az ugyanez a korosztály Nyugat-Európában.
10 millió, hát nem vagyunk ez a korosztály, 2-3 milliót vegyünk, 2-3 millió ember Nyugat-Európába, ugyanez a korosztály Magyarországon, 3 millió 400 valány ezer évvel már kevesebbet él, mint az a 3 millió ember. Döbbenet, ugye? Hihetetlen, de ez így van. Na most itt az adatok elég pregmánsan jelentkeznek. 65 éves kor előtt bekövetkezett korai halálozás, több mint kétharmadáért a keringési rendszer, 55%. És akkor megnézzük, hogy a daganatos betegségek 23%-ért voltak felelősek. Na most a keringési rendszer, a nem született szívbetegségről van szó, az alapvetően a motorikus terhelése sporttevékenység hiányát jelent. Ez biztos. Mozgás hiány. Itt elmondanám, mert ígértem a meghívómnak, hogy sok olyan adatot mondok, ami meglepi. Képzeljük el, hogy a dohányzás ötszörös szorzószám, amely indukálja, tehát magyarul a rizikófaktora a betegségnek, ötszörös szorzószám. A mozgáshiány 6-28-szoros. Tehát ha valaki dohányzik és lánc dohányos, nagy sansza van, hogy komoly beteg legyen, ötszörös a rizikófaktor, de aki abszolút nem mozog, az meg 6-28-szoros. Tehát sokkal rosszabb, mint aki dohányzik. Nem azt mondom, hogy aztán ki kell menned gyorsan egyet dohányozni, hanem azt próbálom érzékeltetni, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy az életmód ennek a területének, hogy milyen a folyamatos időszakokban milyen jelentősége van. Kérem szépen, itt ahogy látjuk, hogy mennyivel 60 évnél, mínusz 1,4 év férfiaknál 2,3 év már, majdnem duplája, amivel 60 éves korig már kevesebbet élnek, és az egészséges életévek száma. Ez kérem 70 éves kornál úgy néz ki, hogy a francia nyugdíjas csoport a Badacsony-Bazal sziklán leföl szaladgál. A magyar 70 éves lent a fröccsel gratulál neki, hogy ki az az őrült, akit úgy, ahogy még láttak, ott rohangászik a hegyen. Döbbenetes különbség. Döbbenetes különbség. Múltkor jót mosolyogtam, mert a rektori pályázat vagy egyébnél 65 éves korban nem lehet tovább dolgozni. Valószínűleg megvan az oka, limitálják, hogy 83 éves japán csúcsvállalat igazgatói megbízást kapott. 83 éves korában. Nálunk a 65 éves kor után már csúcsvezető nem lehet. Ez Európai Uniós egyébként, de valószínűleg ezen is változtatás lesz, mert ez tarthatatlan. Hát nézzük meg. Egészséges társadalom, egészséges gazdaság. Hát itt nyilvánvalóan az inaktivitás csökken, akkor vehetünk tovább. Egészségesebb a társadalom, alacsonyabb az orvosi ellátás költsége, ha mozgás és sporttevékenységet folytunk. Csökkenek az egészségügyi ellátásból való költségek. Csökken a gyógyszerár, növekszik a munkába töltött napok száma, nő a gazdasági termelékenység. Arról kéne beszélnünk, ha már így együtt vagyunk, hogy mi az, ami egészséges. Hát kérem, a hetente 3x1,5 óra. Az, amely a világ egészségügyi intézetei alapján kimért, ha heti 1,5 órát tudunk könnyű mozgással tölteni. Ha 45 perces testnevelés órát veszünk, ahol a testnevelő tanár olyan, mint a Mercedes lesz, nagyon jó fölkészült, és azt mondja, hogy most a fene vigyel, nem egyéni sportágat fogok tanítani, mondjuk labdajátékot, és a ravasz vezető tanára odaül és stopperrel beméri, hogy mennyi az intenzív és a közepes mozgás. Nem várom meg a választ, 8 perc. 8 perc. Egy 20 fős, 18-22 fős osztályba. Az egyfőre jutó intenzív és közepes intenzitású mozgás 45 perc alatt, ha jól megszervezett óra, látszólag mozog mindenki, tesz-vesz, 8-9 percnél nincs több. Hát kérem, 3x20 perc intenzív mozgásnál, közepesen is intenzív, 3x20 perc, kevesebbnél nem áll be az adaptáció. Nincsen élettani változás. Ezért kell
egy óra, 20 percet, másfél órát dolgozni, hogy az a 20 perc, ha, mit tudom én, fitness szalomba vagy, összejöjjön az a 20-25 perc, fél óra intenzívebb mozgás. Nem fölösleges ez a másfél óra, de ebből áll össze az adaptációhoz szükséges, úgy tűnik, megfelelő időre. Hát ide elárulnám még, hogy egy adat itt nincs. A általános iskola, általános iskolában, ugye nálunk van testnevelő, gyógytestnevelő, egészségmegőrző szakunk. Nekünk a második szakunk nem matematika, nem rajz, ének, stb., hanem a testkultúrához tartozó nagyon fontos gyógytestnevelés és egészségmegőrzés, rekreatív. Az egy külön tudomány. Na a lényeg, hogy ebből adódóan mi történik, képzeljék el, a magyar gyerekek 30-40%-a gyógytestnevelésre szorul ma már az iskolába, csak az a nagy baj, hogy általános iskola. És annak is az alsó tagozata. Az óvónénik, óvóbácsik, az otthon maradó három égvaló szülők, a létszámok, hogy nem öltöztetik fel a gyerekeket, nem viszik ki, mert egy dadus van 20 gyerekre, esze ágában sincs 20 kabátot feladni, nem is tudja, mit csinál. Tehát nem hibáztatok senkit, de a szemlélet az, ha mínusz 20 fok van, akkor is ki kell vinni a gyereket. És két órát kint kell vele játszani. Nincs mese. Nem fejlődnek ki a képességeik, és ezeket nem lehet pótolni. Tehát ha önöknek azt mondom, hogy ma a gyógytestnevelői hiány exponenciális az iskolákban, és tanítónénik és oda hozzá nem értők próbálják megcsinálni, akkor biztos, hogy én lennék az első szülő, aki azt mondaná, hogy az iskolába a gyógytestnevelő tanárokat azonnal vissza kell helyezni, mert jelenleg szakszolgálatba kirakták, szóval vagy odaér, vagy nem, meg be se engedik az iskolába, meg jön a kis autójával, és hón alatt van két gumikötél, meg két labda, azt van 30 gyerek, akit kéne dolgoztatni, mert nem engedik be a tanári karba se. Nagyon komoly probléma van, ezen dolgozunk, hogy visszaálljon, de azáltal, hogy a testnevelők csak az egyik szakukat gyakoroltatják, ez egyébként jogi diszkrimináció jelen pillanatban. Mindazokkal, akik a testnevelést nem gyakorolhatják testnevelőként az iskolákba, ezért a gyerekeknek a kétharmada elláthatatlan. Ez nagyon nagy baj. Szomszéd budai iskola, 800 fő. Kérdezem a gyógytestnevelőt, hogy hogy dolgozol? Hát azt mondja, az igazgató kétharmada bejáró, a gyógytestnevelőse szorul, vissza se jön délután. Azt mondja, kit tanítsak. Hát persze, hogy nem. Bent kell lenni az iskolában. Nem is tud pedagógailag. Azt se tudja, hogy mi van a gyerekkel. Nincs információ másik tanárral. Hát ez egy lehetetlen állapot. De nagy baj van. Kérem, 20, a jó iskolákban 20, a gyöngébekben 30% elmaradott területeken a gyógyóra, gyógytestnevelésre szorulók arány. Csöngetünk, vészcsengő az utolsó pillanatban. No hát akkor néhány gondolat az elveszett milliárdokról. Kérem szépen az adatokat megnézném, ugye 15, úgy van, 2015-ös egészségjelentésből idézek. Gazdasági veszteség 950 milliárd, a direkt, magas vérnyomás 700 milliárd, dohányzás 964 milliárd, GDP 210-es év 3%, túlsó és elhízás 656 milliárd veszteséget jelent. Keringés, cukorbetegség, daganatos mozgásszervi panaszok. Az egészség kockázatok, légszennyezettség, környezeti tényező 500 milliárd forint. Túlzott alkohol, kábítószer, periglen 10%. No, hát kérem, érdemes ezen kicsit elgondolkodni, hogy a mozgáshiány hova vezet. Mozgáshiány hova vezet. Én azt gondolom, hogy a szakkollégium, amit én vezetek, 9 egyetem a pszichomotoros kultúrát gyakorló egyetemek, Pécs, Szeged, Debrecen, Eger, Győr, még kit nem mondtam, Szombathelyet nem mondtam, az Eltét mondhatnám, és akkor még kimaradt Nyíregyháza. Ezeknek vagyok a vezetője, akik ezzel foglalkoznak. Ha mi megkaptuk volna azt a megbízatást, hogy 4 évig
24-ig egy népegészségügyi programot csináljunk a gyerekeink, a tanítványaink oktatásával, majd ők az iskolába, a teljes olimpia árát 4 év alatt ingyenbe hoztuk volna. Nem került a magyar embereknek fillérre. Csak amikor a megállítottak, jóval kezdtek, hogy írjam alá az olimpia ellenes dekrétumot, megkérdeztem a fiatalembert, hogy tisztában van néhány ilyen adattal, hogy milyen kárt tesznek az országnak, akkor azt mondta, hogy hát ne ragudjon, én ehhez nem értek, kapok valamennyi pénzt, és ezért csinálom. És mindez a Pasaréti templom előtt vasárnap, akik jöttek idős emberek a templomból, és mondták nekik, hogy nem lesz nyugdíjuk, meg nem lesz az unokájuknak ezért. Ez a validitás. Nézzék meg az ábrát, felelősséget vállalva, mint testnevelő tanár, de egy egyetem rektora, itt van az, ami tragikus. És ebben óriási problémánk van, és ezt nem fogják föl józanul az emberek, hogy soha nem fogunk abba belehalni, hogy ezt és ezt esetleg nem tudjuk más tudományterületen. De ha ezt nem műveljük, akkor meg biztos, hogy bekövetkezik. Ez, amit föl van írva. Ez mindenütt van, de úgy képzeljék el, amit mondtam, hogy 30-50%-kal kevesebb a nyugat-európai ország. A finneknél 70-80%-kal, arról nem is beszélek, az egy más életmód, amiben ők élnek. De átlagban 30-40%. Nem kell túl okosnak lenni és belátni, hogy amiért ma este itt vagyunk, miért ilyen fontos. Fölpörgete, nem tudom, van időm még? Jó. Jól van. Jó, van még egy másfél órám. Jó, köszönöm. A sportolás társadalmi és gazdasági hatásai. Nem hiszem, hogy itt újra kezdenénk felsorolni, tessenek elolvasni. Itt egy piramis, amit el kell végezni a gyerekeinkkel. Ez edzésmódszertani, hormonkiáramlás, stb. Mutat, hogy kell foglalkozni a gyerekeinkkel. Versenysportról nem akarok annyit beszélni. Szabadidősport. Az első dolog az, hogy mikor valaki fölírja a szlájdra, akkor mindig arra gondolok, hogy a velem szembe ülők is közül van-e olyan szerencsés, hogy van-e egyáltalán szabadidő. A mi életünkben nincs szabadidő. Tehát ez egy olyan furcsa dolog, nagyon ritka. Majd nyugdíjban biztos lesz. Ott meg mindig röhögnek rajtam, hogy majd mondod, Lajos, azt majd 10 év múlva. Persze. Tehát javítja az egészségi állapot, csökkenti a stresszt, egyéni lelki egészség, korai halálozást, kitolja, fizikai állapot javít, életminőséget, közösségi élmény, testsúly, szórakozás, egyéni egészségi sikerélmény, és levezeti a fölösleges energiát. Nem véletlenül van ez a sok túlmozgásos gyerek probléma, nincsenek kellően leterelve. De mondok akkor ez, hogy ne ismételjem magam egy nagyon érdekeset, az Ulmi Egyetemmel fölvettem a kapcsolatot, és pedig a Német Evezős Szövetséggel vannak szerződésben, mégpedig a daganatos betegségek gyógyításának módszertanára. Ugyanis, ez fontos, a megfelelő módon adaptált, tehát mértékkel használt ciklikus mozgás, az evezés pedig ugye a bokától a törzsig minden testrész fejlesztő sport, és rendkívül jól lehet a frekvenciát szabályozni, magyarul az adott egészségi állapothoz lehet igazítani. Két dolgot értek el, hogy a rákos daganatban lévők életminősége jelentősen javult, nem biztos, hogy sajnos sikerült megmenteni, de kettő, hogy a sporttevékenységnél a vér alakos elemeiben megjelennek azok a gyógyító sejtek, amelyek gátolják a rák rosszabbodását, kifejlődését. Ez ma már orvosi tény, hogy sporttevékenységgel, megfelelő kontrollal, megfelelő minőségű, elsősorban ciklikus mozgással lehet nagyon sokat segíteni az állapoton, késleltetni, vagy esetleg gyógyítani. Most a TFL elkezdek egy ilyen népegészségügyi programot. Én bízom benne, most be a kormány elé pályáztunk a humán kineziológusainkkal, hogy a gyerekeket légzésfunkcióba, allergiába, keringésbe, restitúcióba, megnyugvásba, megfelelő diabetikus
tehát első másodlagos cukorbetegségbe, harmadsorba, bodyindexbe, testindexbe. 8 olyan tesztet szeretnénk egy csepp vérből, fülből vagy újhegyből, biokémiára, hogy mire van hajlama, ma már gépek megjósolják előre. Egy fél órát szeretnénk a magyar fiatalokra szánni, és 6 az általam elmondott szakkollégiumi városokba olyan laboratóriumot rendezzük be, ha minden nap hozzák be az iskolás gyerekeket, és szeretnénk kiszűrni. Most a dr. Nagy Anikó, a Heinpál igazgató asszonya lett az államtitkár, egy csodálatos asszonyról van szó. Ráadásul borzasztóan szorosan dolgozunk együtt, és végre összekapcsolódik, amiről itt egész lassan egy órája beszélek, hogy a sportmozgás, a pszichomotoros kultúra, a terhelés, az a megfelelő adaptáció, a mozgás, mint gyógyszer. És ez lett a mai estének a szlogenja, a mozgás, gyógyszer. Hogyan jelenik meg a gyerekek és a fölnőttek életébe. Erre köteleztük el magunkat. Na, nézzünk egy-két zárásként egy-két üdítő adatot. Sportteljesítmény a nők és a férfiak között. Nagyképűek vagyunk, hogy micsoda teljesítmény. Férfiak előre járnak 100 méteren, ugrás, dobás, a többi. Kérem, meg fogunk lepődni. Ha már abszolút koeficient számolunk, akkor a nők nagyon örülhetnek ma este, ha ez érdekli őket. Ahol maximális erőháttér van, férfiak előnyben vannak, ahol állóképesség, a mindennapi élet monotónia tűrés, hát nem a nők, akik viszik az egészet, mi képtelenek vagyunk rá. Fantasztikusak a nők, tehát ez biztos, például a kézilabda női válogatottam, azt a munkát, amit őket végighajszoltam a Sydney olimpiai döntőig, az félelmetes. Nem mondom, hogy zokszó nélkül, de nem hallottam, hogy mit tett. Mondtak mögöttem, végigcsinálták jelentős részét. Kérem, 100 méter, 9%-os különbség, 1500 méter, 11%, 10.000 méter, 11%, magasugrás, erődominál, dinamika, 15%, távolugrás, 16% a különbség. Úszásba, vízbe. Már 100 méteren 9%, 400 méteren 7%, és 1500 méteren csak 6% a férfi és a női teljesítmény, csúcs teljesítmény. És még jön egy érdekesebb. Hormonok jönnek, fejlődési ritmusok, izomrost felépítése. Mi az, amit vizsgálnunk kell ahhoz, hogy ez szintén egy edzéselmélet módszertani ábra. A lányok örömmel veszik, és a hölgyek, hogy jóval hamarabb érnek, mint a férfiak. A hormonális kiáramlás, férfiaknál van egy másodlagos hormona, amikor elkezdenek végre férfivé válni, 14 évkor, 17-18 éves korig, amikor a növekedés üteme ugyan lecsökkent, de jól terhelhetővé válnak. Edzésmódszertan nézzétek meg, nézzék meg, a hajlékonyság, hölgyeknél ugye mindjárt ott van a legelején, ma már előre hozzák ezt még hamarabb. Dániában a parlament, kérem, a baba, mama, labda tornáról dönt. Óvoda. 2-3 éves gyerek ott rongászik a mamával, labdaérzéket fejleszt, nem focizik, nem kézilabdázik, labda gömbérzéket, ami kell az RG-hez, kell mindenhez, óriási. Kiderül, hogy a Barcelonában futballozó, BL és egyéb győztes néhány évveli csapat, a 90%-a 4 éves kortól focizik. 4 éves kort. Mert az a labda készség, amely később megnyilvánul, hogy a magyar labdarúgók labdaátvétel, labdaátadás és döntési sikeresség viszonylatában 1,60 egy néhány század másodpercet igényel a Barcelona játékosa, és a 2 másodperchez közelít a magyar játékos. Nagyon nagy különbség. Amikor dönteni kell téthelyzetbe. Na most ez miből adódik, hogy már 4 éves korban terhelgetik, játszanak, labdáznak, kisgyerekkortól, stb. De óriási képességfejlesztése van szükség. Itt az erő, látjuk, hogy a férfiak azért 17-18 éves kortól lehet nagyot dolgozni, a lányok már 12 éves kor között. Nyugodtan elkezdhetik, mert nem lesznek kisebbek.
ugye, hogy az, van egy ilyen csúnya magyar szó, csökött valaki. Akkor a Parasz bácsi 47-es lába van, de 160 centis. Mert zsákot hordta a gyerekkorában nagyon nehezen, és a kicsi maradt. Mert a csöves csontok nem tudták kinőni, magukat negatívan befolyásolta. Na most itt pontosan láthatnánk, ha volna rá időnk, elmondanám, hogy mit, mikor kell csinálni. Gyönyörű az ábra egyéb iránt, és ez egyben módszertani tanácsot is ad a szülőknek, hogy ugye a lazaság, hajlékonysággal kezdjük, aztán ugye a gyorsaság, amiről beszéltem egy mondatba, tessenek megnézni. 6 és 9 éves korra a gyorsaság egy fiúknál, 10 éves korban, lányoknál mindig 1-2-1,5 év elő van, befejeződik a frekvencia gyorsaság. Tehát ha valakit ráállítunk egy erőmérő platóra, és a lehető leggyorsabban kell úgy mozogni, hogy el kell hagynia mindig, mindegy, hogy 1 milliméterre, vagy 2-5 vagy 5 centire a lábat, maximális frekvencián, az itt kérem befejeződik. Amit örököltünk, amit eddig fejlesztettünk, az megmarad. Tehát az a sprinter, aki itt nem nyújtott extra frekvencia gyorsaságot, az sose lesz semmi. Na, azért mondom, hogy élsportban nem megyek bele, de ez a két ábra rendkívül tanulságos, hogy igenis nem kell félteni a gyerekeket a tereléstől, dolgozni kell, vinni kell velük, és nézzük tovább. A testfelépítés nyilvánvalóan látni fogjuk, hogy gondolom a férfiak ugye 40-50%-kal erősebb felső testtel rendelkeznek, minimum 3%-kal nagyobb az izomtömegük a felső test viszonylatában. A nők erős alsó végtag, bizonyám futómű, szenzációs, nagyon jól megkonstruált, gyorsabb csontnövekedéssel és leépüléssel, férfiak erősebb csonttal, több a vörös vérsejtük, ezáltal nagyobb a testsúly kilogrammhoz az oxigén szállító kapacitásuk, és például a légzési perc térfogat, csak nem akarok ilyen élettani paraméterekbe belemenni. Viszont nagyobb állóképesség nőknél, kevésbé fáradékony izom, és az energiaháztartásban öröm, hogyha a nők jól sokáig dolgoznak, férfiak éhesek lesznek vadul, szénhidrátot eszünk, nők zsírt égetnek jobb. Milyen jó hír. Több szénhidrát és több zsír felhasználása, mozgás. Ez nem rossz hír szerintem. Senkinek se, csak a férfiaknak. Éhesek leszünk, meg kövérek. Kérem szépen, specifikum, nem kívánom elmondani, köszönöm a figyelmet. De, nem, még ne tessenek, itt nézzük meg az alsót, a relativitás, az abszolút, ezen túlsiklottam, pedig ez nagyon fontos. Az abszolút erő és az izomtömeg, a férfiaknál az abszolút erős izomtömeg, a teljesítmény leadásánál teljes egyenlőség van. Tehát a relatív arányban semmivel nem maradnak el a nők a teljesítmény területén, mint a férfiak. Semmivel. És ez abszolút értelme, gratulálunk a hölgyek neki. Azt gondoltuk, hogy ez nem így van, de ez is így van. Ebbe is igazuk lett a hölgyeknek. Hál' Istennek. Ezért szeretjük őket annyira. Kérem szépen, köszönöm a figyelmüket. Egy egészen más aspektusról szeretnék beszélni. Ígérem, hogy nagyon gyors leszek, és igazából morzsákat hoztam. Messze nem lesz ennyire átfogó, hanem sokkal kis apróbb szösszenetekből fog összeállni. Aki többször járt hozzánk, már tudja, hogy ilyenkor mindig bemutatunk egy vagy több dokumentumot a könyvtár gyűjteményéből. Én most azt választottam, hogy három különböző dokumentumból hozok részleteket, a századfordulóhoz kapcsolódva. Majd mindjárt rátérek, hogy melyekre. A legtöbb az az Új Idők című labból vett fénykép lesz. Az Új Időket biztosan sokan ismerik. Herczeg Ferenc szerkesztette közel 50 éven keresztül, 1895-től, ki tudják számolni, hogy egészen a második világháborúig. Rögtön egy 1900-as évekből vett idézettel kezdeném. Ez a Budapesti Korcsolyázó Egyesület versenyeiről szóló tudósítás volt február elején. Így kezdik, 1900-ban. Alig három évtizeddel ezelőtt
súlyos etikettkérdést csináltak abból, hogy néhány előkelő családból származó leány kultiválni kezdte a korcsolyázás sportját. Amikor Ötvös Báró, akkor tájt miniszter, elismert szépségű leányai először léptek a Városligeti tó kis elkerített jegére, egy finnyás mágnásasszony így szólt Andrássy Manó grófhoz, aki a társaságban volt. Szegény lányok, kár értük. Miért? Még kérdi? Elvesztek számunkra ilyen stikli után. Dehogy vesztek el. Rövid idő alatt belátták, hogy az ilyen stikli nagyon egészséges, és ami fő, kedvderítő, mulattató is. A korcsolyázás divatba jött, és ami divatba jön, az erénnyé is szokott válni. És ez a divat kivételesen igen bevált, és örvendetesen hódított. Ma már minden komilfó ember korcsolyázik. Odakint a jégen naponta élénk vidám élet folyik, míg a tél tart. Mikor pedig elközeleg a versenyek ideje, olyan érdeklődés mutatkozik, amin ő ritkán tapasztalható. Sokat gondolkodtam, hogy amikor a sportról beszélünk, akkor 10 perc alatt mit tudok önöknek a századfordulóról mondani, és hát itt hallottunk az egészségről, a rendszeres testedzésről, a szépségről, ezekről mind szó van alapokban, a jellemfejlődésre gyakorolt hatásról, az identitással kapcsolatos kérdésekről, tehát a csapatszellem, a közösségi szellem megéléséről, de ugyanúgy az egyéni sport teljesítményekről, illetve a sport intézményesüléséről, különböző egyletek és egyesületek alakulásáról. Erről mind lehetne beszélni, egyetlen egy idézetnek nem tudok ellenállni, amelyet a Hunnia csónakegylet új klubházának az avatásakor írtak szintén az új időkben, mert úgy gondolom, hogy nagyon sokat elárul az egyleti, sportegyleti létről is. Tehát az egyesület célja nem a kizárólagos versenytréning, mint inkább a társas életnek a testedzés szabad és kellemes keretében való fejlesztése. Tehát amiről én szeretnék nagyon röviden pár szót szólni, az a, ahogy nevezték is, a társas sportok, vagyis a sport, mint a társas érintkezés egyik formája. Tehát itt is sok mindent lehetne mondani, lehetne beszélni ugye a csapaton belüli társas érintkezésről, lehetne arról, amikor különböző sportversenyeken a közönség kiment, hiszen elég sok sportversenynél arisztokraták, főrangúak voltak a védnökök, akik átadták a díjakat, és persze a jó társaság nagy tével és idézőjelben, tehát a korabeli high life, vagy az elegáns társaság kivonult, és ez is egyfajta társasági találkozás volt, de a sport, mint társasport, társasági közös időtöltés és mulatság, az is egyfajta együttlét volt. Én erről szeretnék pár szót szólni, és ugye szó volt itt arról, hogy a sportnak vannak szabályai. De a sportpályán, illetve a sportolásnál nem csak ezeket a szabályokat vesszük figyelembe, hanem az illemszabályokat is. Úgyhogy megnéztem, hogy a századfordulós illemtankönyvekben hogyan jelenik meg a sport. Hát átnéztem néhányat, de igen kevésnél találtam önállóan ilyen címszót. Van szó a lovaglásról, a vadászatról, a táncról. Egyből viszont szeretnék néhány szót idézni, itt a korcsolyázásról is van szó. Ez pedig egy nagyvilági hölgy írta, majd elárulom, hogy kit rejt az álnév. 1880-ban az Illem címmel jelent meg ez az illemtankönyv, többször kiadták utána. Egy-két jó tanács a korcsolyázással kapcsolatban. Amilyen fesztelen ezen mulatság, az illemszabályairól a jégpályán sem szabad megfeledkeznünk. A gyakorlott szem ehelyen is megkülönbözteti a jó nevelésű úrhölgyet a felületes és elhanyagolt nevelésű asszonytól, a gavallért az illemmel mit sem gondoló férfitól. Aki még nem tud korcsolyázni, végezze sok bukással s nevetséges szaltó mortáléval járó tanulmányait oly órában, melyen a társaság nincs jelen. Nőnek korcsolyázásra úgy kell öltöznie, hogy bukás esetében illetlen látványt ne nyújtson. Az alsó öltözetnek tehát korrektnek, s jól csukódónak kell lennie. Fiatal leányok természetesen csak gardedem kíséretében mehetnek ki a jégre, és nagyon kell vigyázniuk arra is, hogy hogyan viselkednek, ne kacarázzanak, ne legyenek túlzottan fesztelenek, és ne vessenek kihívó pillantásokat maguk körül, mert ez nem illendő. Sokáig lehetne még a korcsolyázásról beszélni, de még néhány sportot szeretnék nagyon gyorsan bemutatni, messze nem lesz teljes a kép. De akit már említettem, az egy nagyvilági hölgy, a jobb felső sarokban látható Woll Janka írónő, szerkesztőnő, szalonhölgy volt,
aki írt egy önálló kis kiadványt a kerékpárról is, ez 1891-ben jelent meg. Ekkoriban a kerékpárról, a bicikliről még megoszlottak a vélemények, nem volt egyértelműen elfogadott, különböző cikkeket találtam ezzel kapcsolatban. Ő így kezdi, hogy többek között azok az ellenségei, vagy ellenfelei, akik azokat a gépet még nem uraló kezdőket látják, akik csúnya pókmódjára, merev szemekkel, görcsösen guppasztanak a gépen. De hát amikor már valaki megtanulta, hogy hogyan kell hajtani, az igazán esztétikus látvány, és a hölgyek ennek is felkent papnői. És hogy miért fontos a hölgyek sportja, vagy mit árul el, ezt is több írásban megtaláltam, de most ebből a kis könyvecskéből idéznék két mondatot. A nő helyzetének a megváltozása a 19. század végére hogyan jelentkezett, vagy mit mutatott meg abból, hogy kerékpárra is ültek. Imádott bálványból, becézett csecsebecséből és játékszerből, vagy hasznos házi bútorból a nő e század folyamán, 19. század folyamán öntudatos, egyenjogú, tisztelt és becsült, önálló állampolgárra emelkedett. A nők kiveszik a maguk részét az élet küzdelmeiből, aspirációiból, örömeiből, és a nagy vívmányból épp oly természetszerűleg fejlődik egy másik előny, tudnélik, az eddiginél egészségesebb, szabadabb, erkölcsi tekintetben emelkedettebb életet élnek, melynek gyakorlati oldalait az új találmányok és szokások felhasználásával mind nagyobb és nagyobb mértékben tudják becsülni. Ezen kívül ebben a kis füzetben rengeteg sok példát hoz, elsősorban Angliából arra nézve, hogy ki mindenki kerékpározik, főleg az arisztokrácia és az uralkodó család, sőt, az egyházi méltóságok családjaiból bizonyítandó, hogy ez egyáltalán nem egy elvetendő sport, és igencsak élvezetes és hasznos gyakorolni. Ebben a kis kiadványban a Turul kerékpár telepet is bemutatja, illetve reklámozza jó néhány kerékpár reklámmal, ebből is gondoltam, hogy néhányat bemutatok önöknek, valamint hozzátesz, hogy természetesen meg kell tanulni kerékpározni, hiszen ez a legnagyobb kerékkötője most, hogy egy kicsit furcsa szóval éljek, tehát hogy ahhoz, hogy az ember élvezni tudja, ahhoz el kell sajátítani. Erre majd mindjárt visszatérek. Ezeket csak azért tettem be, ezt a két képet, hogy az új időkben elég sokszor megjelennek illusztrációk a kerékpárról, foglalkoznak vele, nem egyszer utalnak különböző sportok kapcsán arra, hogy hát a férfiak és a hölgyek találkozásának rendkívül jó lehetőséget biztosít, és hogy ennek akár pozitív kicsengése is lehet. Például a bal felső kép mellé egy olyan kis apró történetet kerítenek, hogy hát ha az előkarikázó hölgy és a fiatal úr innen rögtön a szülők elébe kerekezik az áldásukért. Ezt azért választottam, mert ebben a kis kétrészes írásban a kerékpározás, a kezdő kerékpárosoknak adnak tanácsot, illetve írják le, hogy ki hogyan kezdi, és a szerző miatt választottam. Gárdonyi Géza írt egy kétrészes írást a bicikliről. Ő egyébként a kerékpár szó használatát ellenezte, arra fel, hogy hát ha a magyarnak van egy pár csizmája, egy pár kesztyűje, egy pár ökre, és mégsem mondja azt, hogy ő csizmapárban, kesztyűpárban, illetve ökörpáron jár, illetve használ, akkor miért járna kerékpáron, és hogy hát ezt biztos nem fogják használni. Hát ebben tévedett, de a második írásának a második részét azért érdemes azt a gondolatot kiemelni, hogy azt fogalmazza meg, hogy amikor már az ember magabiztosan ül a nyerekben, akkor megváltozik a világképe. Amikor nem arra figyel, hogy hogyan teker és hogyan tapossa a gépet, akkor egészen más, hogy figyeli meg a maga körül lévő világot. Ezeket a képeket pedig illusztrációként tették a cikk mellé, azért válogattam néhányat közülük önöknek. Ez pedig arra egy példa, hogy nem csak az írók és a felől lehet közelíteni a sportkérdést, hanem az olvasókat is érdekelte. Ez az új időkből egy szerkesztői üzenet, ami azt jelenti, hogy egy olvasói kérdésre érkezett válasz. Egy jégbiciklit mutat be. Az olvasó kedvéért képben is bemutatják, hogy hogy is néz ki. Új találmány, hát azt nem tudom, hogy mennyit használták, de minden esetre bemutatták az olvasóknak.
Befejezésül pedig még néhány képet szeretnék önöknek mutatni. Szintén olvasók küldték be, amatőr képek a Tátrában gyakorolt téli sportokról. Korcsolyást már nem tettem be, ugye az az elején volt, de a szánkóról, a bobról, illetve a tobogánról. Nem szeretném nagyon a türelmüket igénybe venni. Ehhez az íráshoz, ehhez a két képhez, ehhez meg a következőhöz egy rövid írás is kapcsolódik. Wolfner, azaz Farkaspár tollából, ő Wolfner József lapkiadónak volt a fogadott fia. Érdemes tudni, hogy Wolfner József annak az Inger és Wolfner lapkiadónak volt az egyik tagja, akik kiadták az Új Időket is. Ő egyébként többször írt ebben a folyóiratban, a tátrai turizmusról és népszerűsítette, hívta oda az embereket. Egy pár rövid idézet arról, hogy mit ír a bobról. A téli sportokat dicséri egy ismerősének, de melyek ezek, azonnal bemutatjuk őket. Délelőtt 10 óra. A Grand Hotel előtt egy csapat vendég áll, hölgyek és férfiak vegyest. Mindannyian várnak valamit. Ez a valami néhány perc múlva meg is érkezik. Egyelőre egy tót jelenik meg két lovával. A szomszédos fészer alól ezek után egy furcsa alkotmányt húztak ki. Olyanféle, mint egy egészen alacsony szánkó. Vasból készült, piros bőrrel van kipárnázva, az oldalán pedig furcsa karikák ágaskodnak. A végére fék van illesztve, az elejére kormánykerék. Ez a különös szerszám a bob. A két lovat befogják a bobba, a hölgyek pedig valahogy reáguggolnak. Közben a bob vaskapcsára egy egész sereg apró kis faszánkót akasztottak. Egészen lapos, kis szánok, akkorák éppen, hogy egy ember rájuk tud ülni. Ezek a tobogánok. Kihagyok egy kicsit. A menet megérkezett. A bobot lecsatolják, megigazítják. 5 ember ülhet rajta. A vezető, a fékező és a 3 utas. Az utasok között van 2 hölgy is. A képen ugyan én csak egyet látok, de ne akadjunk ezen fönn. Kissé félnek, mármint a hölgyek, azt hallották, hogy a bob 60 km sebességgel rohan alá. Halkan alkudoznak a kormányossal, csak ne nagyon gyorsan. A kormányos megnyugtatja őket, nem lehet semmi baj. Csak a parancsnak kell mindig pontosan engedelmeskedni. Ha azt vezényli jobbra, mindenki jobbra hajol. Ha azt kiáltja balra, mindenki balra. A kanyarulatoknál erősen ki kell hajolni. Nagyon egyszerű mesterség az egész. A bob megindul. Végig siklik a lejtő elején, az első kanyarulatnál már nagyot lendül. Balra. Mindenki lelkiismeretesen balra hajol. A bob repülni kezd. Vágtató sebességgel rohan lefelé, a rajtülőket valami édes mámor fogja el. Már senki sem fél. Kacagva várják a kanyarulatokat, pompásan hajolnak, a bob pedig eszevezetten szágul belük. Még egy rövid leírás van arról, de az már csak egy mondat, hogy a szánkót, illetve a tobogánt ennél sokkal egyszerűbb kormányozni, ezt is bemutatják egy képen. És igazából én az utolsó képnek ezt választottam, azt illusztrálandó, hogy még nagyon-nagyon sok sportról lehetne beszélni, nagyon sok ennél talán átfogóbb, komolyabb módon. Nekem most ennyi fért bele, egy-két apróságot szerettem volna felvillantani. Én köszönöm szépen a figyelmüket.